Negyedik fejezet Enszölnek igaza volt, még ha Szeléna nem is akarta elismerni. Másnap valóban többet tudott futni, harmadnap még többet, és így tovább. A visszaút viszont még mindig olyan sokáig tartott, hogy nem maradt ideje arra, hogy felkeresse a mestert. Nem mintha ez módjában állt volna. Majd a mester fogja őt hivatni, mint valami lakáit. Mégis egy kis idő mindig maradt arra, hogy Enszellel késő délután elmenjen tréningezni. Itt csak néhány idősebbnek látszó orgyilkos adott neki tanácsokat. Kijavították a láb és kartartását, pár finomabb paskolással rábírták arra, hogy a hasát húzza be, a hátát pedig egyenesen tartsa. Egyszer-kétszer Iliás is velük edzett, soha nem túl közel hozzá, de ahhoz elég közel, hogy jelezze jelenléte nem teljesen véletlen. Az édőrleni orgyilkosokhoz hasonlóan a csendes orgyilkosok sem különleges képességeikről voltak ismertek, azon kívül persze, hogy hihetetlen halkan tudtak mozogni. A fegyvereik nagyjából ugyanolyanok voltak, még ha íjaik és kardjaik hosszúkban és formájukban enyhén különböztek is. Egy döntő különbséget azonban meg lehetett figyelni. Itt sokkal kevesebb volt az ellenségeskedés. Arobin agresszivitást várt el tőlük, Egymással szemben is. Már egészen kiskorúktól egymás ellen ugrasztotta a szemet és őt. A győzelmeikkel, a vereségeikkel játszotta ki őket egymás ellen. Rávette Szelénát arra, hogy jó maga és Ben kivételével mindenkiben potenciális ellenséget lásson. Ugyan szövetségesek, de egymás ellenfelei is. És csak tartsanak mindig mindenkit szemmel. Gyengeséget semmilyen körülmények között nem szabadott mutatni. A brutalitás dicséretet érdemelt. Csak a képzettség és a műveltség számított ugyanilyen fontosnak. A szavak ugyanis ugyanolyan halálosan élesek lehetnek, mint az acél. A csendes orgyilkosok viszont, bár lehet, hogy ők is gyilkosok voltak, viszont tanultak is egymástól, és kihasználták a kollektív bölcsességet. Az idősebb harcosok mindig mosolyogva oktatták a növendékeket, a tapasztalt ordilkosok egymás között cserélgették a technikákat. Még ha valamennyien versenytársak is voltak, úgy tűnt, mintha egy láthatatlan kötelék kötné össze őket. Valami mindannyiukat idevezette erre a világvégi helyre. a kiderítette, hogy meglepően sokan némán már születésük óta. De mindannyian nagyon titokzatosnak tűntek, mintha az erőd valamilyen módon megadná a választ arra, amit keresnek és mintha ez a csendben lenne a kulcs. Szelénának minden esetre össze kellett szednie magát, hogy ne förmedjen rájuk, amikor a tartását javítgatták, és új légzés technikákat mutattak neki. Elvégre ő egy éderleni ordiakos volt, és már igencsak sokat tudott. De az ajánlólevérre mégis szüksége volt, hogy bizonyítsa, hogy itt kapott kiképzést, az itt élők közül pedig a néma mester bárkit felszólíthatott, hogy mondja el a véleményét róla. Talán, ha megmutatná, hogy ezeknél a gyakorlatoknál elég ügyes, akkor maga a mester is tudomást venne róla. Ő pedig meg fogja kapni a levelet, akkor is, ha egy tort, tört kell a nyakához szorítani ahhoz, hogy megírja. Lord Berick támadása Szeléna ötödik itteni éjszakájára, új holdra esett. Szelénának fogalma sem volt, hogy a csendes orgyilkosok hogyan szúrták ki a sötét dűnék között feléjük kúszó nagyjából harminc katonát. Az ő szobájukban Mike elrontott be, és megsúgta nekik, hogy a vétfalhoz jöjjenek. Remélhetőleg ez most jó lehetőség lesz bizonyítani a mesternek, mit tud. Már csak bő három hete volt hátra, ki kellett használnia minden esélyt. De a vétfalnál nyoma sem volt a mesternek, és nem látott sok orgyilkost sem. Egy nő a mellette állót kérdezte arról, vajon Berik emberei honnan tudhatták, hogy ma nagyszámú ordiakos távol lesz. Néhány külföldi tisztviselőt kísértek vissza a legközelebbi kikötőbe. Ez nem lehetett véletlen. A pillanat túlságosan kedvező volt. Selina betette nyilat az íjába, meglapult a melvéd mögött, és kikémlelt a lőrésen. Enszől, aki mellette kuporgott, szintén megkockáztatott egy pillantást, Jobbra és balra tőlük többen rejtőztek a vétfal mögött, mind feketébe öltöztek, és ív volt a kezükben. Középen Iliász térdelt, utasításait gyors kézmozdulatokkal adta tovább az egész sornak. Ezek már nem azok az egyszerű kézmozdulatok voltak, amelyekkel megértette magát. Ezek már egy katona jelei voltak. Készítsd elő a nyiladat, suttogta Enszel, és a nyilának rongyal a körbetekert hegyét belemártotta a közöttük lévő olajos tálkába. Amikor Iliász megadja a jelet, gyújts meg gyorsan a fákjával, és lőtt ki. Közvetlenül a homok fövenyre célozza katonák alatt. Szeléna meretten bámult a sötétbe. Az erőd védői égve hagyták a fényeket, ha eloltják, elárulták volna, hogy értesültek a támadásról. Így viszont szinte lehetetlen volt bármit is felismerni. A csillagfényes égbolt alatt mégis kirajzolódott nagyjából harminc a homokban hasaló férfi alakja, akik arra készültek, hogy rájuk támadjanak, álmukban megöljék őket és az erődött porig égessék. Nem öljük meg őket? kérdezte Szelén a szintén suttogva. A kezében tartott fegyvert méregette. A csendes orgyilkosok íja más volt, rövidebb, vastagabb és nehezebb volt megfeszíteni. Ensző megrázta a fejét, anélkül, hogy Iliás szem előtt évesztette volna, aztán lazán hozzátette. Bár legszívesebben ezt tenném velük, nem akarunk nyílt háborút kezdeni Lord Berik ellen, csak el akarjuk őket ijeszteni. Mikael és Iliász múlt héten építették ott azt a sáncot, az a vonalott a homokban egy kötél, ami át van olajjal, fűzte hozzá. Selina megértette, mi a tervük, pillantásával követte a sáncvonalát. Ez egy jó hosszú fal lesz a tűzből, mondta és belemártotta a nyilát a amíg a rongy megszívta magát olajjal. Fogalma sincs mekkora, a kötél az egész erődöt körbeveszi, Enszel felegyenesedett, és szerén a visszanézve látta, hogy Iliász kaszáló mozdulatot tesz. Azonnal felugrottak. Enszel őt is megelőzve letépte a legközelebbi fákját a tartóból, és villámgyorsan visszatért a melvéthez. Amikor Szeléna beletartotta a nyilát a lángba, olyan forróság érte az ujjait, hogy majdnem elejtette a nyilát. Lord Berik emberei hangos kiáltásban törtek ki, az égő nyilak sistergésébe a katonák által kilőtt muníció zajavegyült. De Szeléna ekkor már újra a melvéden volt, maga felé húzta az égő nyilat, felnyögött, amikor megégette az új hegyét, és lőtt. Az orgyilkosok nyilai olyanok voltak, mint a hulló csillagok. Felszöktek a magasba, és csak szálltak, szálltak, majd a mélybe hullottak. A katonák és az erőt közötti tűzgyűrű fellobbanását Szeléna viszont már nem láthatta, mivel a fejét védve visszabújt a melvéd mögé. Enszel ugyanezt tette mellette. Ritkító fényesség gyúlt a sötétben, a tűzfal fellobbanásának dörei elnyomta Rolt embereinek üvöltését. Az égből fekete nyilak hullottak, amelyek legnagyobb része lepattant a melvédekről, csak két vagy három orgyilkos felől lehetett elfojtott nyögést hallani. Szeléna összekuporodott, a lélegzetét is visszatartotta, míg az ellenség ki nem lőtte az utolsó nyilát. Csak akkor mert enszerre nézni, amikor már nem lehetett mást hallani, csak a sérült ordiakosok halk nyögdéselését és a tűzval, istergését, A lánynak csillogott a szeme. Na, suttogta enszel. Ez jó móka volt, ugye? Szeléna vigyorgott, bár a szíve még vadul kalapált, igen, mondta. Megfordulva látta, hogy Lord Berik emberei a dűnék között menekülnek. Tényleg jó móka volt. Szeréna és Enszöl már a szobájukban voltak, amikor valaki még napfelkelte előtt halkan kopogott. Enszöl rögtön kiugrott az ágyból, résnyire kinyitotta az ajtót, így Szeléna látta, hogy mi az. Átnyújtott Enszölnek egy lepecsételt tekercset. Még Max Andriába kell utaznod, és ezt oda kell neki adnod. Szelina látta Enszelön, hogy a tartása megfeszül. Ez a mester parancsa, fűzte hozzá Mikael. Enszel bólintott, bár nem láthatta meg, mert volna, megmert volna esküdni rá, hogy Mikkel távozóban még megsimogatta az arcát. Enszel mély súhajtással csukta be az ajtót. Szelina nézte, ahogy szobatársa az egyre világosabb hajnali fényben kidörzsöli az álmot a szeméből. Van kedved velem jönni? Szelina a könyökére támaszkodott. Xandria nem két napnyi útra van innen? De, két nap a sivatagon át. Az egyedüli társaság pedig csekéségem lenne. De itt is maradhatsz, lefutod a napi tíz kilométeredet, és kiskutyaként kis várod, hogy a mester végre észrevegyen. Ha velem lehet, megfontolja, hogy képezzen téged. Biztosan értékelni fogja, hogy te is próbálsz tenni valamit a biztonságunk érdekében. Enszől hangnemére Szelénának kikerekedett a szeme. Bár eléggé észszerűnek hangzott, amit mondott: Hogyan tudná jobban bizonyítani az áldozat készségét, mint hogy négy napot feláldoz a drága idejéből arra, hogy a csendes orgyilkosoknak segítsen? Igen, kockázatos vállalkozás, de talán elég vakmerő is ahhoz, hogy a mester felfigyeljen rá. És mit csinálunk Szandriában? Azt talált ki magad. Enszel szeme huncutul csillogott. Mi várott rájuk?